Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 25-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen az érmék láthatóak. Az utal anyagiakra vagy a munkahelyére. De az érmék jelentik a belső értékeket is. Itt látható egy hölgy. Én úgy mondanám, hogy ő elgondolkozik azon, hogy te mennyire értékes vagy számára. És ő azt is tudja, hogy te tehetséges vagy, de ő úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy nem kapod meg azt az elismerést, amit megérdemelnél. És most megtekintjük az ő érzelmi világát. Itt ezen a képen szintén az érmékről van szó. Mint mondtam, az utal anyagiakra vagy a munkahelyre, de jelenti a belső értékeket is. Én úgy mondanám ennél a kombinációnál, hogy ő tudatában van azzal, hogy mennyire értékes vagy számára. Itt ezen a képen is értékekről van szó, de nem tudja kimondani, mert a 9-es szám korlátozásokra utal, és mivel ezen a helyen ez a második kártya utal az ő érzelmeire, itt fogva tartja magát, nem tud nyíltan arról beszélni, hogy te mit jelentesz számára. De fog valamit közölni, és pontosan az, amit mi most megtekintünk. Ezen a képen látható egy tolvaj. Az jelentheti azt, hogy valamit elloptak tőle, és ő ezt elmondja, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, fél attól, hogy elveszíti a munkáját, fél az anyagiak miatt, hogy lesz veszteség, és fél attól, hogy elveszít téged. És most megtekintjük a napi kártyát. Ezzel a kaszával el lehet valamit vágni. Az jelentheti azt, hogy átteszi magát a félelmein, amit ez a kasza még jelenthet, hogy ő elbúcsúzik valamitől vagy valakitől. És akkor lesz egy új kezdet. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, ez egy videó felvétel, természetesen áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!